Eneos, Japán első számú motorolaja. Importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Sziasztok! Az előző videóban bekerült a Dadis Motorsport által gyártott rugós taxet a Justy-ba. Erről készült is egy teljes videó, úgyhogy ha esetleg azt nem láttátok, akkor mindenképp nézzétek meg, mielőtt ezt a videót megnézitek, mert ott állítottuk be először, kipróbáltuk, hogy ugrat, stb. Most pedig eljöttünk ide Fótra, ahol egy pár hónappal ezelőtt csináltunk egy mért időt a teljesen gyári szettel. És kíváncsiak voltunk, hogy csak a rally futómű mennyit fog gyorsítani az autón. Elkezdjük beállítgatni, mert ez egy nagyon-nagyon durva terep, hogy nagyjából milyen beállítással tudunk a leggyorsabbak lenni, és utána csinálunk egy-két mért időt. Szóval, ha érdekel, hogy mit tekergetnek a srácok, akkor nézzétek meg a Justy futóműves videóját, mert abban kiderül minden műszaki részlet alaposan. Mutasd meg a titkos beállításokat, nehogy a versenytársaknál. Na, várjál, igen. Majd kiszürkítjük. Rally setup, alul, igen, kétharmad hát. Úgy van, hogy elő kétharmadom van, hátul van egyharmadom. Üdv nálunk! Hoztunk magunkkal nitrogént a túlfolyótartályokhoz? Természetesen, hogy tudjunk állítani, mert fontos része. Mert a túlfolyótartály is fontos része. Itt. Csodálatos ez a futómű technika. Amúgy régen mindig a motorra voltam rácsúszva, de mostanában egyre többet foglalkozom azzal, hogy jó egy futómű. Mert főleg az alapján, érdekes. Hogy ugye Oliver mit mondott így az első tesztkörök alapján bent a hangárban, hogy mennyivel irányíthatóbb az autó, és eszméletlen egy ilyen különbség tud lenni. Igen, ugyanakkor az is látszik, hogy mekkora iszonyatos kompromisszum mindegyik. Tehát, hogy tök más volt jó ugrálni, más volt jó a négykerekes drift az aszfalton. De ezt mondta Tomi is, hogy ugye a futómű az mindig kompromisszum, mert az egy dologra tudod igazán beállítani. És ez itt most egy harmadik dolog. És igen. Megint nagyon messze vagyunk az aszfalton, meg az ugrálástól. Azt mondta, hogy a rally setup... Annyira jó nézni. A rally setup, amit tulajdonképpen beállítottunk, meg első kiindulási pontnak csináltunk ott, az tulajdonképpen erre nagyjából jó, és akkor abból ki tudunk indulni. Nézzük meg egy kárvertikál jelentést egy Nissan 370Z-ről, ami balesetes volt. 2009-ben gyártották, Németországba került, aztán Franciaországba, aztán onnan Magyarországra, már most 2021-ben. Rengeteg bejegyzés még innen Magyarországról, sok ilyen eladásra kínálós bejegyzés. Kilométerórálás az 83 000, első sérülés 2014-ben, aztán 2015-ben hátulról, 2019-ben is egy, aminek a javítási költség ez 20 000 és 40 000 euró között volt. Na nézzük, itt vannak az eladási árak, ami irgalmatlan mennyiség. És akkor a 2020-ban feltöltött törésről a képek úgy néznek ki, hogy az eleje kapott, a hátulja is kapott, mert ezt tetőre rakadták, vagy valami rádölt, na mindegy. És 2021 hatodikóban pedig már helyrehozva láthatjuk az autót. Valószínűleg eladási képek. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor a leírásban található linkkel, vagy az Oliveramon kuponkóddal 20% kedvezményt kaptok. Még mindig kemény? Aha. Hátul bemutatálni, vagy ízé kiúrva. Ha elkezdünk tempózni, akkor azért kicsimul egy kicsit, de nagyon pattog a segítség. Azt látok, hogy amikor itt visszaértetek, és itt relatíve volt tampó, még itt is mászott a hátul. Kíváncsi leszek. Ez most nagyon kemény terep. És maga az autó milyen ezekkel a gumikkal? Én még nem is láttam ezeket a gumikon. Hát figyelj, nem erre való ez a gumi, ez egy futózott offroad gumi, nem rallyra való, nehéz, meg lemezfelnin van, de most éppen nem volt kéznél jobb, majd tervezünk rá rendes rally gumit. Mi
jó technika, amikor fékezni akarsz ilyen gumival, ilyen talajon. Beleállsz és hagyod, hogy feltúrja féktávon, vagy adagolósan? Adagolós. Adagolós? Hát a feltúrja nincs irányítás, úgyhogy csak, ja. Király, nagyon kíváncsi leszek rá. Én is. Én is. Fogyott az etanol. Na milyen lett? Nagyon-nagyon durva a talaj, túl durva. Igen. Ide, nagyobb kerék kéne, mert egyszerűen nem gördül át rajtuk könnyen, hanem minden nagyon feldobja, átdobja a kosit. Mikor voltunk itt? Másfél hete? Kettő? Azóta romlott ennyit? Hát romlott ennyit, meg a Raptornak kétszer akkora a kereket. Jaj, a Raptornak. Meg az Audinak is. Szóval már annó is, amikor az Audi meg a Justival mentünk, akkor az Audi azért volt százszor jobb érzése, mert kétszer akkor a kerék egyszer átgördül azokon az apróságokon, ami ezeken mind gyakorlatilag átugrat, átrepül. Úgyhogy ennek azért ez egy nagyon nehéz terep, ezt egy rallycross pályán lenne most nagyon-nagyon jó használni, ahol csak ilyen kicsi egyenletlenségek vannak, de egyébként rendes kanyarsebesség van. De jó lesz, csak most nincs etanol, úgyhogy már félkörben kihagyott a motor. Szólok az illetékesnek. Jó. Dani! Mekkora a tankja? Néha. Aktív oldalú! Hú, akkor ezt a másik oldalt hagyjuk el. Kicsit szomorú vagyok, mert ez egy értékes alkatrész. Így van. Ez nem való erre az autóra. Milyen most így elsőre? Félelmetes. Annyira betapad ezzel a gumival, hogy attól félek itt a temposabb kanyaroknál, nagyon-nagyon beterhel, és attól félek, hogy lefordítja, és akkor felakadunk felnivel. Mérés még nem történt, de óra szerint biztos gyorsabb. Na, tehát érzésre biztos gyorsabb az autó. Még itt egy fél kört nem mentem úgy, hogy végignyomom a gázt. Az a baj, ezt nem lehet visszaadni, de ez brutális az a terep. Szóval ilyen ökölnyi kövek, nagyon nyomvájús, végig keresztbe ezek a csapások. Szóval nagyon autógyilkos, végig olyan érzés, hogyha csak ilyen 60%-on megyek, akkor is azt érzem, hogy úristen, ez hogy bírja egyáltalán ki. Lehet, hogy itt nekünk jobb lenne egy kevésbé tapadós gumi. Ezt kérdeztem Danitól, hogy ez inkább lassú terepezésre van kitalálva, hogy van-e neki felütésvédelme, vagy valamilyen erősített oldalfala, de nem valószínű sajnos. Ahogy leír a kocsisra. Nem azért lenne jobb egy utcai, mert könnyebben engedni el oldalra. Mert ez nagyon akar tapadni, és itt több kanyar olyan, hogy így végig lapon kéne beesni, de... Hát meg gondolom az íven fordulás eleve nem jöhet szóba a hegesztett diffivel, meg a hegesztett hát középvisszel. Hát ja, meg ilyen körülmények között amúgy sem. Azt nézted, hogy amikor elkezdtetek távolodni ott a hátsó szakaszon, és már megvolt a tempó, akkor nagyon szépen elkezdett mozogni ott a kerék. Nyilván ez belülről nagyon más. De belül is ezt érzed. Tehát itt, amikor gurulunk ki, itt olyan, mintha futóm is lenne, mint a vascsöveken így izé gurulnánk, egy széndoboz lenne. És tényleg ott, ahogy tempózunk, hát fölmentünk a partoldalba, szerintem ott még eldobta két kerékre is egy kicsit, semmi. Eldobta, leért és azonnal ott volt az úton. Beállításban van még bőven. Akár itt most is tudunk puhítani elől, keményíteni hátulon. Nagyon sok lehetőség van. Szerintem azt kéne, hogy megyek egy kört, tekeritek lefele, és akkor ja, nézegetem. Na, kérjük, tegyék meg tétjeiket, hogy mennyi lesz. Így van. Most jön a videóban két perc fekete képernyő, hogy mindenki tudjon egyet tippelni, és utána szabad újra nézni. Nem tekernek kell megállítani a videót, nem lehet áttekerni, és tippelni akkor mehetünk. Kell. Igen. Én szerintem 41 eleje. Én optimista vagyok. A hozzá nem egy 20 másodperc. A hozzá nem értők lelkesedésével azt mondom, hogy benézünk 40 alá. Na, lássuk. Árcsimó? Szerintem nem, mert a pálya most nagyon szar. Viszonyat köves. Kövezzetek meg. Mondj egy időt. Mennyi volt az előző? 42-69. Hát legyen egy 40. Én azt 40? Mondom, perc 40? 39-99-99. Jó. Hármasra fog kezdődni. Ha annyi lenne, akkor majd megállítom egy kicsit később. Meg ezt én vágom, ugye? Igen. Jó, az nem lesz annak. Mi derült ki? Hát most próbálgatjuk a beállításokat, mert ez egy tök új kategória nekünk, hogy
milyen lehetőségeink vannak. És hát egyrészt egészen más, hogyha ül bent egy utas vagy nem. Brutális, hogy mennyire érezhető a különbség. Meg ahogy nő a tempó, úgy jönnek a más beállítási igények. Úgyhogy igazából most kísérletezünk folyamatosan. De most nézzük meg úgy, hogy csak a visszautat változtatjuk. Jó, jó. Megnézem a különbséget és onnan jó. Folytatjuk. Okay. Mert akkor így azonosítható. Okay. Jó. A GoPro-t nézzük vissza. Ja, jó. Amúgy milyen volt így? Sokkal jobb lett. Kevésbé pattogott el? Jó. Még ennyivel tudunk játszani, hogy leveszünk a kameranyomásra, még egy picit puhább lesz az eleje, mert szerintem nagyjából a rugóút háromnegyedét használjuk ki, még a legnagyobb után is. Itt a rugónak használjuk. Az ilyen most jó gyors lett. Keménységét. És még sokkal gyorsabb lehetne, hogy ott tudnék váltani. Aha. Csak hátul is. Most is kéne a B2-esbe mentem, aha. Most már rakok 3-ast. Csak az a baj, hogy annyi időt elvesz, hogy utána onnan visszaküzdjem, visszakönyörögjem 2-esbe, hogy lehet, hogy jobban megéri tiltáson végig. Kell a szekisváltó. Igen, kurva sok idő, azt láttam. Nagyon sok idő, úgy értem. Vagy küzdöd, vagy megvárod egyszerűen, és úgy, de mindenképpen ugyanannyi idő. Mi okozza amúgy? Nem erre való, hogy szerintem az a brutális mozgás. Azok a hogy a nagy terelés után minden be van feszülve, és rögtön után egyszerűen nem akadnak össze a dolgok. Hát főleg, hogy ez nem is a tolókerekes váltó, ugye? Hát a tolóssal jó. Igen. Már ha a tolós jól működne, az is jó lenne itt. Mert itt csak a kapcsolási idő a gáz. Most ugye a kamranyomással fogunk játszani. Így van, tulajdonképpen ez mint hogyha puhább rugót tennénk bele, azzal egyenértékű Tomi elmondása alapján. 2 bárral megyünk le, ez nagyjából 6 newton. Szóval így lesz, úgy, hogy 20 newtonos rugó van benne hátul, és most vegyünk vissza erre a puhaságra. A 8 bárra kell figyelnünk, hogy 8 bárra. Így van, annál ne legyen, mert azt mondta, hogy ott már veszélyes, hogy elkezd kavitálni, meg így van, több szempontból hátrányos tud ez lenni. Ez a 8 bár a minimum. Nagyjából közelednek a beállítások a jóhoz, úgyhogy most elmegyünk és mérünk egy időt. Na! Első időmérő kör következik, a futómű még nem végleges, folyamatosan állítgatjuk, de nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy megyünk most egy köridőt. Szerintem azért egy mínusz 2 másodperc benne kell, hogy legyen az előzőhöz képest, a gyári futóművel. Mínusz, pont ezt mondtam itt el a kamerába, hogy én egy mínusz 2-re számítok az előzőhöz képest. De szerintem meg lenne 40 alatt. Meg. Ez bőven. Akkor most kinyerted ki? Hogy érezted? Három és én közel, nem közelem jó. Hozzám. Most jó az egész? Már túl semmi izé? Nem üt föl, nem ugye, mondom. Igazából idáig inkább a kocsira figyeltem, most inkább siettem. Aha. Jó, de... No, de akkor én a második mért kör, ez most. Csak hogy meglegyen így halkan is, 2 másodperccel jobb, mint a Justy előző ideje, egy nagyon rövid pályán. Tehát ezen a 40 másodperces pályán 2 másodperc az sok. Thank you.
hát... Kézzel indítással technikailag ugyanannyi. Igen. 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 Ez nagyon közel volt hozzá. Nagyon-nagyon közel volt. Pedig tempóba itt most nagyobbat jött. Hát, picivel gyorsabb. De technikailag ugyanaz. De a váltásban benne volt. Igen. Ott nem vette be a hármast, akkor hallottam. Bemegyünk 40 alá. Ja, akkor biztos. Hol még egy? Nem tudom, hogy kell-e. Ja, a belső az most megvan ezzel, jó? Kéne külső. Így is egy 2 másodpercet javult. Több mint 2-t, igen. És még azért tudunk a kocsin is faragni. Igen. Árva Nagy Zoltán kérte valamelyik előző videó alatt kommentben, hogy mutassuk be a csapatszállító buszt, és viszonylag sokan lájkoltátok a kommentet, úgyhogy meg is írtam, hogy valamelyik következőben be is fogjuk, amikor megyünk vele, és most éppen megyünk vele. Úgyhogy egy pár mondatban a crafterünkről, ez egy 2019-es kocsi, 500 kilométerrel vettük, ezelőtt egy sprinterünk volt, egy 2011-es sprinter, ami 3 személyes volt elől, ennél rövidebb is volt, és a legnagyobb problémánk az volt ezzel az autóval, hogy ezt mi mindig többen megyünk, mint 3 ember. Versenyre kísérőautót kellett vinnünk, és hogyha forgatásra mentünk, akkor is minimum plusz egy autóval kellett kísérnünk a buszt, ezért ez egyáltalán nem volt nekünk praktikus. Aztán egyszer csak szembe jött ez a crafter, ami minden igényünket kielégíti, mert hogy 6 személyes, a leghosszabb kivitel, minden cuccunk belefér, és még jól is néz ki. Ez egy viszonylag, hát nem tudom, teherautók között mondhatnám, hogy jól felszerelt kocsi, van benne állófűtés, a kameránk az utólagos, az itt a tükörben van beépítve, nem tudom, hogy egyáltalán látszik ezen, de ez semmi nem látszik. Na mindegy, én itt most látom a trélert egyébként. Van egy állófűtésünk, ennek van egy külön nagy aksia, ezt távirányítóról be tudod kapcsolni. Van egy villogószett, amivel hátul van egy fényhíd, ezeket az alakzatokat tudjuk vele mutatni, hogy kerüljenek ki minket, stb. Aztán van még itt egy kapcsolóval egy stroboszkóp, majd ezeket külön megmutatom. Egyébként kéziváltó, egy kicsi chiptuningot kapott, mert alig bírta húzni a nagy szerelvényt. Nagyon kellett neki egy kicsi plusz löket, de így most tök kellemes a kocsi. 20.000 kilométer van benne, ennyit sikerült idáig mennünk 2 év alatt. Az utastérről nem tudok sok érdekeset mondani. Ezek a stroboszkópok elől. Van fönt egy sárga villogónk. És itt a hátsó üléssor. Elég tágas igazából ebben 6-an utazni, sokkal kényelmesebb, mint mondjuk egy Opel Movano, az volt még előtte egy 7 személyes. De ez sokkal jobban bejött. Innen hátra látsz a raktérbe. Ami pedig kapott egy Bolt gyártmányú lemezelést, meg mindenféle rögzítő sint, meg egy teljes világítást. Dani, szereted a craftert? Nagyon jó vezetni, vontatni is jó vele, meg szép autó. Szép, ugye? A benne lévő kilométerek nagy részét én tettem bele. Sajnos.
Na így nézünk ki egy forgatás alatt. Itt a szemetesünk, egy asztalt ki szoktunk tenni, hogy a kamerás cuccokat itt tudjuk előkészíteni, stb. Innen minden be van hányva, mikor mi kell. Ugye van, hogy beleteszünk ebbe az autóba 30 gumit, van, hogy csak a kamerás cuccok jönnek, illetve ez a szerszámos kocsi még mindig velünk tart, hogyha valami játszós autóval megyünk. Itt végig van egy LED világítás. Egy padlóburkolatunk van, alsó és felső szellőzés, kis ruhaakasztók, és van még a trélerezéshez egy ilyen szúrófény, amit innen lehet fölkapcsolni, hogyha éppen kell. Gyári horog, gyári lelépő, és amit még nem nagyon használtunk, szinte csak kamerázásra használtuk a tetőcsomit, nem? Nézni AMD-esen, meg kamerázunk, körülbelül ennyi. Meg kamerázunk használtuk. De ez is egy ilyen jó minőségű létra, már ezzel együtt vettük a kocsit, és volt rajta egy tetőcsomi. Egy sima gyári túl tetőcsomi volt, és erre készült egy ilyen csomagtartó nekünk, amire igazából bármit lehetne szállítani, főleg gumira gondoltunk, amikor még azt hittük, hogy aktívan fogunk versenyezni egész évben. És ide még simán egy 9 darab gumi felfér kényelmesen, de semmire nem használtuk azon ki, hogy ide jó felállni, és be lehet látni a területet. Ez pedig egy Woermann billenős tréler, amit szintén két éve vettünk, gyakorlatilag együtt vettük a Crafterrel. Ezelőtt egy 1000 éves rommál használt trélerünk volt. Minden autót bakolni kellett, illetve minden felállásnál le kellett akasztani a buszról, hogy hátra tudjon billenni, mert az alacsony autókkal nem tudtunk rá fölállni, úgyhogy itt a legnagyobb szempont az volt, hogy ne rámpás tréler legyen, hanem billenős. Ezzel nagyon-nagyon sok időt spórolunk minden egyes fölleállásnál, mert gyakorlatilag kettő stiftet kinyitsz elől, ez lebillen, fogja még egy hidraulika, vagyis hogy egy lengéscsillapító, és tényleg ennél gyorsabb módja nincsen, hogy autóval fölleparkoljunk, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretjük. Jó, mert a kerekek a váz alatt vannak, tehát sokkal szűkebben lehet vele fordulni. Úgyhogy nagyjából ennyit így a szerelvényről. Hogyha bármi mással van még valamilyen kérdésetek, akkor írjátok meg kommentben, és majd igyekszünk azokról is beszélni. Na, nem gyilkoljuk tovább a Justit, mert egy hét múlva már kint kell lennünk AMTS-en, és szeretnénk még működőképes állapotban kivinni. Viszont a futómű az zseniális, még bőven van a beállításokban, de ez a terep tényleg nagyon durva ide, úgyhogy el fogunk menni AMTS után vagy a keceli, vagy a dömsödi autocross pályára, ahol viszont brutálisat tudunk majd ezzel az autóval menni, és ott fogjuk folytatni a beállításokat, meg gyakorlatilag elkezdünk edzeni az autóval, és idén már nagyon szeretnénk valamilyen versenyen is elindulni a Justival, akár ilyen rally hegyi felfutókon, vagy még majd kialakul. Úgyhogy mára ennyi, következő videóig pedig sziasztok!